Sziasztok! Nyilván az év legkülönlegesebb versenye következik. Mi ráadásul egy olyan autóban ültök, amely eleve elég népszerű a magyar mezőnyben is, még egyáltalán az elvégezőben is. Magyar bajnoki futamon indultok, melyik magyar szóval, ugye kiváló versenyző hasonlatokkal fogjátok az edzőket is figyelni valamennyire? Nagyon nem, ugye ahogy ilyen nagyon mentem az utolsó indultak, nagyon vártuk ezt a versenyt. Szerintem elég nehéz körülmények között fog adni volna, de nagyon várjuk, hogy nyerni ezt a versenyt. Thank you.
van zárt. Így néz ki tehát az ORB pódium. Lecse Zoltán és Dr. Kovács Anna Mária érkezik meg hozzánk az R5-ös Ford Fiesta-val. Abszolút 11. RC2-es képosztály 10. helyén. Sziasztok, gratulálunk! Mi újság, hadd kérjek Zoli egy összegzést. Hogy tetszett ez a hétvége? Nagyon jó verseny volt, örülök, hogy célba érkeztünk, nehéz nap volt. Az első körben nem volt egy tisztelődése, semmi rengeteg volt, olyan problémák jöttek elő, beszéltem, hogy hogy lehet, kiszakadt a gátlón. Nem volt már jó minőségű, eltolták a újjárnak, hogy beszéljük arra, hogy célba értünk, gondolom, hogy csapat nagyon, hogy így csinált, és a célba jött az Isten. Lecse Zoltán és Dr. Kovács Anna Mária érkezett meg hozzánk a célba az Országos Rally Bajnokság Nyíregyházi futamán. Abszolút 11. RC2-es kategóriában, pedig a 10. helyen zárta.